big boom. Tudjuk egy következő videóban, amúgy kéne hamarosan egy új beköszönést, már nem azért, hogy kicsit túl monoton, szóval nyugodtan írjatok nekem, megütöttem a mikrofont, bocsi, szóval nyugodtan írjatok nekem ötleteket a kommentbe, hogy milyen, mi legyen az új beköszönés, nyugodtan írjatok le az egészet, mindent át fogom olvasni. Szóval srácok, vágjuk bele akkor a dolgokba, a mai videó nem másról fog szólni, mint az emberek megismeréséről, vagy nem tudom, szóval ja, és igazából egy a lényeg. Szóval, én itt vagyok, úgymond beöltöztem, úgymond ilyen csórónak, azt igazából pénzt fogok kérgetni az emberektől, és aki ad nekem bármekkora összeget, akár 1 forintot, akár 5 forintot, 100 forintot, 1000 forintot, tök mindegy, én annak nagyon-nagyon durva dolgot fogok adni, szóval fogok neki adni az első valakinek, nem tudom, gyémántokat, aztán ópiamákat, aztán egy élességöt, sújtás 5-ös kardot, full gyémánt szettet, 64 gyémánt blokkot, egy aranyblokkot, és itt egy kocsi, ezt is valaki meg fogja kapni, és a másik az majd egy ház lesz, ami ott van. Szóval ezt a házat fogom kisorsolni valakinek majd, aki adni fog azt a kocsit és ezt az összes cuccot. Szóval szépen járjuk is az utcákat és keressünk embereket, hogy vajon ki fog nekünk pénzt adni, hogyha szegények vagyunk. Hogy meg is van az első ember, akit meg fogunk kérdezni, jaj, csak ne fusson el. Jó, jó, gyerünk, haló, jó napot! Jó napot! Jó napot, ki... hogy néz ki? Mit mi, akarsz mi az, hogy hát, tudod nekem adni egy kis pénzt esetleg? Fúj, de hogy is! Hogy nézel ki? Meg itt lassz az utcán, hozzád nem érek! Oké, rendben, köszönöm, jól van, oké, az első ember nem úgy állt hozzá, azt hiszem, ahogy kéne, oké. Jól van, hát oké, és jól van, az első ember úgy tűnik, hogy nem akar adni a szegényeknek pénzt, szóval, ja, hát oké, jól van. Ott van a következő. Hello, jó reggelt! Maga hozzám szóltál, hagyjél már békén. Ja, igen, tudna adni egy kis pénzt? Oké, jól van, látom, nem tudom. Na, adsz egy kis pénzt, na? Na? Pénz, neked? Aha! Hogy? De most mi? Itt izé koldulsz? Ja, hát igen. Most leköptél? Fúj! Fúj! Úram, atyám, mennyire undorító. Jézusom, én vagyok az undorító, inkább ő az undorító. Jézusom, srácok, milyen emberek vannak? Azért ez tényleg gonoszak, vagy nem tudom. Na mindegy, jól van, érdekes. Várjuk a következő embert, remélhetőleg lesznek itt azért normális emberek is, nem csak ilyenek, akik konkrétan leköpdösnek, meg elküldenek engem a nem tudom hova. Szóval, hello! Jó napot! Szegény vagyok, éhezem, tudna adni egy kis pénzt? Hát persze! Na! Szeretek segíteni az embereket! Köszönöm, nagyon kedves! Várjon, amúgy nyugodtan tartsd meg a pénzét. Na szóval ez itt... hadd mondjam el, na szóval ez itt egy, hogy mondjam, tehát csak felmértem, hogy milyenek az emberek, szóval nem kell igazából a pénz, igazából nem vagyok szegény, meg hajléktalan, szóval ja, de viszont ezért cserébe, mivel segített nekem, és mivel maga az első ember, aki segített amúgy, kap tőlem egy eléggé durva nagy ajándékot. Köszönöm! Hát igen. Igen, köszönöm szépen, és köszi, hogy... Köszi, és úgy van, segítsen, meg minden jó. Oké, király, na, jól van, oké, folytassuk. Oké, és király, meg volt az első ember, aki segített, srácok, wow! Oké, végre egy normális ember, végre egy jó fej ember, aki azért segít, és nem csak úgy elküld. Ott a következő. Jaj, az bemegy oda valahova, valamit csinál. Hello! Hello! Jó napot! Tudnál esetleg nekem egy kis pénzt adni kajára? Mert nagyon éhezem, nem? Nem, kolduljon máshol. Oké, jól van, köszönöm. Oké, ez ember nem vár be. Jól van, oké, ő nem segít nekünk, hát sajnos ilyenek a, nem tudom. Nem mindenki tud segíteni, jól van, az is egy dolog, hogy nem mindenki tud pénzt adni, de aki csak így elküld, hogy cső nem, azért nem tudom, na mindegy. Jól van, oké, várjuk szépen akkor a következő embert, aki vajon jönni fog, és hát ja, megvárjuk, hogy vajon jönnek-e még normális emberek, mert azért még vannak itt bőven eléggé nagy dolgok. Tehát azért van itt a gyémántszer, gyémánt blokkok, ezt a 64 gyémánt blokkot, aki megkapja. Az ez egész szerencsés lesz. Hello! Hello, jó napot, tudna nekem? Tudna egy kis pénzt adni, kérem? Nem azért, de szeretném magának. Mindenki megdolgozik a pénzért, szerintem. Hát nyilván, oké, csak éhezem és nem akar senki sem munkát adni, és hát ja, nem tudna csak tényleg egy pár forintot kajára. Próbálja meg, én biztos, hogy nem. Oké, rendben van, hát akkor viszlát.
Wow, oké, jól van, mondjuk ez is egy kicsikét jó. Igen, oké, jól van, nem segít, jól van, de amúgy azért tényleg vannak olyan hajléktalanok, akiket esetleg nem, vagy nem veszik fel sehova, vagy izé, vagy egyszerűen konkrétan nem akarja senki őket direkt felvenni, vagy csak úgy szimplán, mert nincs elég végzettségük, vagy bármi. Szóval ja, nem ez alapján kell most bárkit megítélni. Na jó, állj meg, hello, jó napot! Jó napot, uram! Tudná egy kis pénzt adni? Nagyon éhezem. Nagyon rosszul vagyok. Kérem, mindjárt meghalok! Próbált már munkát szerezni? Igen, nem vettek fel sehova. Rendben. Egy kis ennivaló is. Köszönöm! De aztán próbáljon meg munkát szerezni, mert koldulásból sajnos manapság nem lehet megjelni. Uram, köszönöm szépen elsősorban, a kaját elviszem a kutyának. Tartsa meg! Nem, figyeljen, van egy... Uram, álljon meg! Uram, na, szóval, a lényeg, hogy én nem is vagyok igazából hajléktalan. Igen, szóval... Nem átvertem! A lényeg, hogy ez most az embereknek az utcai minden felmérem. Látja, mennyi gyémántom van? Ez mostantól a magáé, ugyanis segített egy hajléktalannak, ami azt jelenti, hogy maga jó ember, jó szíve van, meg minden, és ezért kap egy csomó pénzt. Ja. Mi? Így van. Ne, ez mind az enyém. Igen, ez mind a magáé. Mi? Így van. Ez azért, mert segítettem magának. Így van. Látja? Menjen és szerintem keresem több hajléktalant, meg... Nagyon szépen köszönöm, Jézusom. Jó, rendben. Nem fog fel dolgozni. Szerintem menjen és keressen több embert, és adjon nekik belőle egy kicsit, oké? Okay? Rendben. Látom egy másikat, aki már beteg is, megyek, kifizetem a kórházi számláját. Rendben, hello. Hú, igen, srácok, na, látjátok, megéri segíteni másoknak. Ott jön a következő ember, már ott látom, hogy ugrál. Hello. Vaj, hol van? Ott van, jó napot, hello. Hello, pocsi, tudsz egy kis pénzt adni? Csóróvok. Csak adjon egy forintot! Kérem! Csak... Jól van, oké, csak egy forintot adjon, higgy el, hogy megéri! Köszönöm! Nagyszerű! Na, ezt örül annak, hogy ide adta? Na, oké, rendben, akkor én ezért cserébe adok önnek egy gyémánt szettet! Megkap 5 pénzt! Ja, meg kap egy ilyen gyémánt kardot is, miért ne? Ez mellé járt, ja! Nem, visszakapja a pénzt is, nyugalom, majd megoldom, nyugi, viccelt, annak is ők hajlítanom, amúgy ez csak egy ilyen felmérés, hogy mi a cucc, és aki ad nekem, annak adok pénzt. Jó, van. Ja, hello? Jó van, neki egy kicsit furcsa volt a hangja, na mindegy, szerintem a következő dolog, amit kisorsolunk, az a kocsi lesz, hogy végre keljen már el. Végre az legyen, hogy már itt van ez a szegény kocsi, aztán segítem, hogy ott a következő ember. Hello? Hello? Jó napot! Hello? Miben segíthetek? Mi az? Már elfelejtettem a szövegemet. Szóval tudnál egy kis pénzt adni esetleg, kérem? Sajnos nem. Nem? Nem. Oké. Okay. Én tudok ám így fordulni. Kérem, adjam egy kis pénzt, hát ez nem így működik. Oké, okay, rendben, azért köszönöm. Menjen el a közeli színházba, biztos felveszik oda, Istenem. Rendben, én köszönöm. Én itt a pénzt, komolyan. Oké, okay, jól van. Mindegy, hát akkor addig itt kocsikázok, minden oké, okay, jól van. Hát nem tudom, hát jól van, most nem jön senki, nem akar adni pénzt, nem akar egy új kocsit, hát tudja. Jól van, oké, okay, és mindegy, akkor várjuk a következő normális embert, aki lehetőleg normálisan fog hozzáállni a dolgokhoz, és nem elküld engem, hogy halljak meg, mit tudom én. Szóval, ja. Na, nézzük, hol vannak itt még emberek? Hol vannak? Ott lát, ott van, elfut, ne fuss már! Gyere vissza! Segítség, álljon meg! Igen. Hello, esetleg tudna nekem adni a kis pénzt? Hát, nem is tudom. Itt lakik egész, vagy itt van az utcán. Hát igen. Pénzt kéregem? Éhezek, éhes vok! Akarok enni! Kérem, adjon hát pénzt! Hát nem megy próbálkozzon, inkább szeretne magának. Nem áll! Adjon már pénzt! Jól van, oké, okay, király. Jól van, oké, srácok, hát ő se ad nekünk semmit, jól van, oké, hát nem baj, várjuk a többieket, hogy végre ki tudjuk sorsolni ezt a kocsit, és végre valaki jöjjön, új, itt van. Hello, jó napot, uram. Jó napot. Esetleg tud adni egy pár forintot, hogy meg tudjak élni? Hát jól vattál? Tessék? Itt a pénze, csak nem ránk. Álljon meg, ne, uram, ne várj, nem, uram, álljon meg. Kérem, uram, álljon meg, nyugodtan. Kocsi, lefagyasztottalak. Ja, maga a professzor, aki lefagyasztott? Jó, mindegy, ez nem számít, nem, gyere ide,
gyere már ide, állj már meg! Na figyelj, most nem fogok bosszút állni meg semmit izéni, gyere ide, kövess! Jó? Na, gyere, bántom. Nem fogom bántani, csak gyere már, nyugodj már, nyugodjál már meg. Amúgy is adtál volna, hogyha egy hajléktalan kértület pénzt, vagy csak azért dobáltad el, hogy ne bántsalak. Nyilván. Hát ha már ennyi keresett jön az izéből, az olvasztásokból, akkor nyilván. Na, jó van, oké, okay, mindegy. Adtál pénzt, szóval megkapod ezt a kocsit. Mi? Ja, igen, aki ad a hajléktalannak pénzt, az annak most én adok jó cuccokat. Szóval itt tél ez a kocsi. Ez itt? Igen. Hát ez egy nagyon drága versenyautó. Igen, az. Szóval és szerintem... ez biztos, hogy a tiéd? Igen, az enyém. Szóval guruljon el velem, mielőtt még meggondolom magamat, mert lefagyasztott az előző videómba. Hát nagyon szépen köszönöm, hát Jézusom. Igen. Ez a kocsi, ez rengeteget ér. Igen, igen, na jó játékot, jó sok sikert hozzá. Viszlát! Hello! Hol van? Oké, na srácok, az utolsó cucc, amit meg ki fogunk sorsolni ebben a videóban, az nem más tesz, mint ez a ház. Szóval a következő ember remélhetőleg adni fog nekünk mit tudom, egy forintot, tök mindegy, és annak ki fogjuk bizony ezt a házat sorsolni. Szóval várjuk is szépen a következő embert, aki vajon ott van. Ott van az emberünk. Ott van az emberünk, ott ra... az ki ott? Az nem tudom, hogy ki ott, de ott valaki rohangál. Oké, jól van. Hello! Hello! Jó napot! Hello, jó napot! Tudnál esetleg adni pár forintot? Nem is tudom. Kérem. Itt van az utcán és kéreget? Igen, igen, itt vagyok az utcán és kéregetek, ja! És hány embernél próbálkozott eddig? Hát mit tudom én, 15? Nem tudom, nem számoltam. És hány napot? Tessék? Hány napot? Nem tudom, 6-an? Fogalmam sincs, 5-en? Nem tudom, már nem számoltam. Tud adni forintot pénzre? Kérem szépen! Lehet beszállok én is, szóval adok magának. Mi, maga is hajléktalan? Vagy hogy érti? Hát, igen. Igen? Tényleg? Igen. Ó, hát ezt sajnálattal hallom. És hajléktalan vagy, és adta nekem pénzt? Hát igazából azt a kicsit is meg kell osztani elvileg. Wow, oké, okay, figyelj, gyere, oké, okay, kövess. Mutatok neked valami nagyon durva dolgot. Jézusom. Mutatok neked valami nagyon durva dolgot. Gyere, 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 gyere. Jó, jó, megyek, megyek. Örülni fog. Szóval, nézd, látod ezt a házat? Igen, látom, nagyon szép. Menj be. Oké. Okay. Hát azért, mert ez mostanában ez a te házad, és kapsz tőlem ilyet is, mert ezek megmaradtak, meg kapsz pénzt, meg kaját is. Szép. Ja, ez mostanában a te házad, gratulálok. Nem vagyok az, vicceltem igazából, én nem is vagyok hajléktalan, én csak úgy így kim vagyok és így tesztelem az embereket, akik adnak cuccokat, és hát mivel te most adtál nekem cuccot, pedig hajléktalan vagy, ezért megkaptad ezt a házat. Szóval gratulálok! Nagyon szépen köszönöm! Hát szívesen, ezt is azért visszakapod meg minden. Gyere, köszönjünk el szerintem a videómból, mert az még úgy legalább még úgy belefér akkor. Na srácok, köszönjük, hogy itt voltok velem a videóban, ha tetszett, dobjatok egy like-et, iratkozzatok fel a csatornára, minden. És hát ja, a mai videó tanulsága, hogyha esetleg meg tudjátok tenni, van felesleges pénztek, meg mit tudom én, és esetleg mit tudom én tényleg, tehát tudjátok, hogy ez jobb helyre mehetne, mint hogy mondjuk tegyük fel, ti azt most elköltek mindenféle butaságra, vagy valami. Jó, még ugye nagyon sokan fiatalok vagytok a nézőim közül, szóval ettől még nem kell félnetek. De a mai videó tanulsága, hogy a rászlókon segíteni kell, és nem leköpni, az is már egy normális segítség, hogy legalább normálisan állunk hozzájuk, és nem az van, hogy leköpdössük, elküldjük, hozzá se szólunk, ha legalább visszaköszönünk egy olyat, hogy bocsi, most nem tudom megtenni, vagy bármi, akármi, még az is jobb annál, ahogy a legtöbb ember csinálja. Szóval, ja, ez nagyon-nagyon fontos. Szóval, srácok, köszönjük, hogy jutottok fel ebben a videóban. Találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, és hát, ja, lehetek jók. Sziasztok!